kismértékű növekedés. Az elmúlt fél évben növekedett a lakáshitelezés, nyilatkozta szerkesztőségünknek a Szabolcs Takarék Szövetkezet hitelezési igazgató helyettese. Új munkahelyek, új termékek. Júliustól 11 fővel létszámot bővített a Zsindelyes, a következő évben pedig bővíteni szeretné termékkörét. Telt háza a nyíregyházi állatotthonban. Több kutyát, macskát már nem tudnak befogadni. A 120 férőhelyes állatotthonban jelenleg több mint 200 eb és több mint 60 macska él. Kismértékben ugyan, de az elmúlt fél évben növekedett a lakáshitelezés, nyilatkozta szerkesztőségünknek a Szabolcs Takarék Szövetkezet hitelezési igazgató helyettese. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Dobos Péter elmondta, a csokkot egyelőre használt lakás vásárlására veszik inkább igénybe, a már meglévő két gyermek után. Új lakáshoz pedig sokszor nehéz hozzájutni, mivel előfordul, hogy azok már a tervező asztalnál elkelnek. A lakáshitel felvételét ösztönözheti a családi otthonteremtési kedvezmény, az alacsony jegybanki alapkamat, valamint a kedvező hitelkonstrukciók. Az általunk megkérdezett szakértő elmondása szerint a térségünkben csak kismértékben növekszik a hitelfelvételi kedv. A lakáscélú hitelezés az egy kicsit speciális része ugye a hitelfelvételnek, mert az nem úgy működik, hogy hopp, most akkor szeretnék hirtelen bármilyen lakáscélú hitelt felvenni, mert hogy annak kell egy cél, hogy legyen. Azt mondom, hogy az elmúlt fél évben valamilyen szinten növekedett, talán a csoknak, talán annak, hogy az emberek azért látják, hogy beindul valami a gazdaságban, de olyan nagy boomról, amit annak idején vártunk, nem tudok beszámolni. A Szabolcs Takarék Szövetkezetnél a csokkot egyelőre használt lakás vásárlására veszik inkább igénybe, a már meglévő két gyermek után. De arra is volt már példa, hogy új lakást vásároltak az ügyfelek. Új lakás vásárlásánál a probléma az, hogy a kereslet és a kínálat nem mindig találkozik. Azt kell mondjam, hogy ennek a másik oldala is nehézkes, ugye, mert a lakások építése sem olyan ütemben halad. Kétfajta társasházépítőt sikerült eddig még látnunk fellennünk a piacon. Az egyik már tervezőasztalról eladta a lakásokat, a másik pedig még keresi a lehetőséget. A családi házaknál pedig egyértelműen még nem érzékeljük azt, hogy ott csokból szeretnének építkezni nagy mennyiségben. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az ország szegényebb régiójába tartozik, nem olyan versenyképes, mint például a főváros és térsége. Ezért az itt élők jellemzően 5 és 10 millió forint közötti hiteleket vesznek fel. Júliustól 11 fővel létszámot bővített a Zsindelyes, a következő évben pedig bővíteni szeretné termékkörét. A cég arculatváltás és egy nagyobb fejlesztés előtt áll, mondta el televíziónknak a Pálinka Fűzde tulajdonosa a hétvégi újfehértói Fürtösmegy Fesztiválon. A rendezvényen megtudtuk, hogy a pálinka mellett más meggyes termékek is az újfehértói gyümölcs jó hírét vihetik a jövőben. 2000 mázsa fürtösmeggyet dolgoz fel a Zsindelyes Pálinka Fűzde, a gyümölcs és a belőle készült pálinka is hungarikum. A cég szeretné a következő évben kiterjeszteni az újfehértói nemes gyümölcsből készült termékek körét. Megpróbáljuk minden fronton, akár az ételek, ételreceptek tekintetében, ha csak saját régiónkban is valamilyen formában megmutatni, akár a koktélok, a kávés kompozíciók, a csokoládék tekintetében is. Tehát mindenképpen szeretnénk a szörpök, gyümölcslevek, lekvárok, aszalványok irányába, egy gyümölcsecet irányába kiterjeszteni ezt az egész dolgot, hogy ne csak a pálinkáról szóljon, hanem azt kell mondjam, hogy az élelmiszer ágazatnak majdnem minden területére kiterjedjen ez a bizonyos értékesítés. Az értékesítés jól alakult az elmúlt évben, 25,5%-kal növekedett az országos eladás, a Zsindelyesnél 54%-kal nőtt. A pálinka önálló törvénnyel védett hungarikum, az Európai Unió eredetvédettsége alatt áll. A korábbi években a magánfőzés körül kialakult jogi procedúra már a rendeződött, így a főzéssel kapcsolatos törvénykezések nyugvópontra kerültek, letisztult a piac is. A belföldi értékesítés a számottevőbb. A Zsindelyes Pálinka Főzde az üzemet, a technológiát fejleszteni és a létszámot is bővíteni kívánja a következő években. A cégnél júliustól 11 fővel bővült a foglalkoztatottak száma, fontos, hogy a palackozó tevékenység nyereséges legyen ez évben is, hiszen abból tervezik a fejlesztéseket. Sajnos az éléből, tehát az élelmiszeripari fejlesztési pályázatokból a vállalkozásunk ki van zárva, mert középvállalkozásnak minősül. Azoknál a 0%-os
kamatozású 15 évre, maximum 15 éves futamidejű hitelekre nem tudunk pályázni, mert desztillátszeszestől gyártás a fő tevékenység. A Ginopnál, Keopnál ott pedig olyan belső arányok vannak, ami vállalhatatlan. Úgyhogy valószínűleg az lesz, hogy piaci alapon fogjuk a beruházásainkat megcsinálni. Teljes arculatváltás lesz a cég életében, ezt hivatalosan idén decemberben jelenti be a Zsindelyes. A külföldi piacokat már nem keresi a cég, hiszen úgy látják, a pálinka itthon népszerűbb. Minden ország a saját termékét védi azáltal, hogy a saját szeszes italát választja. Baleset történt ma délben Nyíregyházán, a Széna téren. Egy robogóval közlekedő középkorú férfit sodort el egy kis teherautó. A kishaszon jármű vezetője nem vette észre a mellette haladó robogóst, sávot váltott, így lökte fel a motorost. A mentők a robogóst súlyos sérülésekkel szállították kórházba. Csökkenti bruttó 9 forinttal a 95-ös benzin és 5 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát szerdán a MOL, értesült piaci forrásokból az MTI. A benzin átlagára így 330-331 forintra, a gázolajé 336-337 forintra mérséklődik. Az üzemanyagok ára legutóbb múlt szerdán változott, akkor a 95-ös benzin átlagára 5 forinttal csökkent, a gázolajé pedig 2 forinttal nőtt. Az autósok továbbra is 15-25 forintos különbséget is tapasztalhatnak a töltőállomások árai között. Teltház van a nyíregyházi állatotthonban, több kutyát, macskát már nem tudnak befogadni. A 120 férőhelyes állatotthonban jelenleg több mint 200 ebb és több mint 60 macska él. Az állatotthon vezetője kérdésünkre azt mondta, az ideiglenes vagy a tényleges örökbefogadás segíthet rajtuk, és persze a felelős állattartás, hiszen a nem kívánt szaporulatot egy ivartalanítással meg lehet előzni. Pár hetes kiskutyák a kennelben, mellettük pedig egy jó házőrzőnek bizonyuló felnőtt ebb. A nyíregyházi állatotthon jelenleg teltházzal üzemel, fajtatiszta kutyák, sérült keverék, ebek, megunt kölykök, no és rengeteg macska. Több mint dupla annyi állat van az otthonban, mint amennyi hivatalosan elférhetne. Az Állatbarát Alapítvány önkéntesei és munkatársai erőn felül dolgoznak nap mint nap, az otthon kapujára is kiírták már, létszámstopp van náluk, ám ez sokakat nem érdekel. Forgatásunk alatt egy nyírségvizes autó is megállt az állatotthon előtt. Gyimesi György az utca elején vett észre egy doboznyi kirakott kiskutyát. Nem is kettő, három. De hordjuk ki a szennyvíz telepről az iszapot, és itt találtam a bekötő utast. Vessék ura, hogy befordulunk, itt ezen a Csatorna utcán, bekötő utcán találkoztam meg ezt. Úgyhogy felvettem, mondom, nehogy itt ebben melegben megfújjon. Úgyhogy csak ennyit tudtam. Egy 5 perccel ezelőtt volt, hogy jöttem, és már mire mentem vissza, már meg volt ide, le volt téve. Az állatotthon munkatársai befogadták az ebeket, ám mi hamarabb ideiglenes vagy tényleges örökbefogadót keresnek majd ezeknek a kölyköknek is. Az otthon vezetője az állatbarátok segítségét kéri abban az esetben is, ha az utcán látnak, találnak kóbor vagy éppen kitett állatot. Keressenek azért bennünket, hiszen nagyon szívesen nézünk csipet a kutyusról, hirdetjük az oldalainkon, hogy megtalálja az eredeti gazdáját vagy az új gazdáját, és türelmet kérünk az ügyben, hogy mivel elhelyezni nem tudjuk, fogadják be pár napra, gondoskodjanak róla, hogy ne maradjon az utcán. Természetesen abban is nagy segítséget tudnának nyújtani, ha ideiglenes befogadónak jelentkeznének. Ez természetesen elég nagy feladat, hiszen pótmamiként kell gondoskodni esetleg apró kölyök kutyákról, kölyök cicákról, de nagyban csökkenteni a zsúfoltságunkat. A nem várt vagy nem kívánt szaporulat okoz sokszor gondot, pedig felelős állattartással, ivartalanítással megelőzhető, hogy több kölyök elhelyezéséről kelljen gondoskodni. Az ivartalanítás több szempontból is javasolt társállatainknak. Az egyik szempont, hogy megelőzhetjük a nem várt vagy nem kívánt szaporulatot, a másik pedig az ivartalanításnak egészségvédő hatása is van mind a kutyák, mind a cicák esetében. Nőstény kutyáknál ugye petefészkét és a méhét eltávolítjuk, ezáltal megelőzzük a petefészek és a méhnek a cisztás, illetve daganatos megbetegedését, megelőzhető a gennyesméhgyulladás, megelőzhetjük a hüvelyelőesést és a kellemetlen álvemhességeket is.
Nyíregyházán 3 év után idén újra ebösszeírás van, a Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. Minden kutyatulajdonostól várja az ebösszeíró adatlapot legkésőbb augusztus végéig. A kötelezettség elmulasztása bírságot vonhat maga után, annak legkisebb összege 30 ezer forint. Császár Bajszú tamarin ikrek születtek a nyíregyházi állatparkban. A kicsinyeket hamarosan láthatják, előtte nézzük a híradó további témáit. Megtartotta a szezon első edzését a kisvárdai női kézilabda csapat. Az NB1 újonca Mátéfi Eszter szakmai igazgató és Kovács Péter vezetőedző irányításával készül a szeptember közepén kezdődő bajnokságra. A KKC augusztus első hétvégéjén saját rendezésű tornáján mutatkozik be közönségének. A hét második felében 5. alkalommal rendezik meg Sóston a strandfoci fesztivált. Csütörtök reggeltől vasárnap estig 40 férfi és 4 női csapat játszik majd a homokborítású pályán. Jövő szombaton pedig sárkányhajó versenyt rendeznek a csónakázó tavon. A részletekről ma tájékoztatták a sajtóképviselőit. Császár Bajszú tamarin ikrek születtek a nyíregyházi állatparkban. A csöpségek idejük nagy részét még anyjuk hátán töltik, de a csapat minden tagja besegít a nevelésükbe, még az apróságok hordozását is átvállalják. Az éles szemű látogatók már felfedezik a nyíregyházi állatpark Viktória házában a néhány hetes Császár Bajszú tamarin ikreket, habár még meglehetősen egybeolvadnak anyjukkal. A felnőtt állatok is csupán 300 grammot nyomnak, és mindössze 25 cm hosszúak. Eredetileg Peru, Brazília és Bolívia erdőségeiben, csoportokban élnek, és főként a magasabb fákon mozognak. A császárbajszú tamarinok az úgynevezett karmos majmok közé tartoznak. Elnevezésük arra utal, hogy a hátsó láb nagy ujját kivéve az összes ujjukon karmok nőnek köröm helyett. Apró termetük miatt az ágakat nem tudják ujjukkal átfogni, így éles karmaikkal kapaszkodnak a fák törzsén, valamint a fakérgét karmaikkal megsértve jutnak hozzá a növényi nedvekhez. A nyíregyházi állatparkban a két apróság világra jöttével 6 fős lett a császárbajszú tamarin csapat. A mindössze néhány hetes apróságokat már a látogatók is megtekinthetik, és az ikrek leginkább anyjuk hátán tartózkodnak, ám mivel már a születésükkor testsúlyuk negyede volt anyjukénak, éppen ezért nagyon sokszor tehermentesíti a csapat az anyát, és átveszi a kicsik hordozását is. A felnőtt tamarinok mindkét ivara tekintélyes méretű bajusszal rendelkezik, és a hasonlóság miatt második Vilmos császárról kapták a nevüket. A faj felfedezésekor 1907-ben még csak elejtett példányokat ismertek. A hosszú lelógó bajuszt a preparátorok felfelé kunkorították, mivel azt feltételezték, hogy a bajuszvég felfelé áll, csak úgy, mint a német császári. A tévedésre néhány év múlva jöttek csak rá, amikor élő példányokat is láttak, az állatokon azonban rajta ragadt a császár bajszú tamarin név. A karmos majom féléket, így a császárbajszú tamarinokat is régebben tévesen a sárgaláz és a malária terjesztőjének tartották, és kiméletlenül írtották, valamint nagy számban fogták be őket kutatási célokra. Napjainkban élőhelyeik pusztulása veszélyezteti leginkább őket. Megtartotta a szezon első edzését a kisvárdai női kézilabda csapat. Az NB1 újonca Mátéfi Eszter szakmai igazgató és Kovács Péter vezetőedző irányításával készül a szeptember közepén kezdődő bajnokságra. A KKC augusztus első hétvégéjén saját rendezésű tornáján mutatkozik be a közönségnek. A többi csapatnál egy héttel korábban 18 játékossal kezdte a felkészülést a kisvárdai KC, mivel a várdaiak feljutása csak a bajnokság utolsó fordulójában vált biztossá, a keret kialakításával kapcsolatban némi hátrányba került a többiekkel szemben az újonc. A korábbi szövetségi kapitány, a júniustól kisvárdai szakmai igazgatóként dolgozó Mátéfi Eszter elmondása szerint így minőségi külföldi játékosokkal igyekeztek megerősíteni a csapatot. Azzal kezdeném, hogy akik itt voltak tavaly is kiharcolták az NB1-ben való szereplést, egy-két kivétellel sikerült megtartanunk ezeket a játékosokat. Szabóval itt igazoltuk magyar mezőnyből, valamint pontosan emiatt, hogy egy kicsit későn derült ki, hogy felült a csapat vagy nem. Hát a magyar piacon már
a nagyon jó játékosok elkeltek, ezért nemzetközi mezőnyben néztünk körül, és hát sikerült leigazolnunk a brazil Rohát, aki világbajnok, valamint a Lublinból érkezett Ekaterina Dzsukeva, aki BL mérkőzéseken szerepelt, valamint az NB1B gólkirálynőjét, a Umanyec Elenát. A KKC vezetőedzője legutóbb 4 éve Békés Csabán dolgozott klubcsapat mellett, azóta a Balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémián foglalkozott a fiatalokkal. Az elmúlt évszázad legjobb férfi kézilabdázójának megválasztott szakember a korszerű játék híve. Erődinamika, tehát a fizikai képességek dominálnak. Aki nem vértezi fel magát ezekkel a tulajdonságokkal, az lemarad, az biztos. Tehát ebbe az irányba mindenképpen menni fogunk. Nagyon szeretnék egy taktikailag fegyelmezett csapattal is dolgozni. A csapat újonnan igazolt játékosa Szabó Valéria számára nem ismeretlen Kovács Péter és Máté Fieszter, előbbivel a junior, utóbbival a felnőtt válogatottnál dolgozott együtt. A beállós szerint a bennmaradás kiharcolásában fontos szerepe lehet a jó hazai szereplésnek. Azt lehetett észrevenni, hogy már az elmúlt 2-3 évben nagyon stabil, főleg a középmezőny, ugye a Győrt meg a Fradit nem említeném ide, de minden csapat tudott otthon meglepetéseket okozni, vagy akár idegenbe. Úgyhogy muszáj lesz főleg itthon bravúrokat hozni. Az első héten napi 2 edzéssel készül a csapat, majd 2 héten keresztül napi 3 tréninget vezényel a hölgyeknek Kovács Péter. A kisvárdai közönség augusztus első hétvégén láthatja először az élvonal újoncát, akkor egy 4-es tornán lép pályára a KKC, jelenállás szerint a szlovákiai Nagy Mihály, a romániai Szatmár Németi és a Debrecen társaságában. A hét második felében 5. alkalommal rendezik meg Sóston a Strand Foci Fesztivált. Csütörtök reggeltől vasárnap estig 40 férfi és 4 női csapat játszik majd a homokborítású pályán. Jövő szombaton pedig sárkányhajó versenyt rendeznek a csónakázó tavon. A részletekről ma tájékoztatták a sajtóképviselőit. 12 csapattal indult, az elmúlt évben pedig már az ország legnagyobb strandfoci rendezvénye volt a sóstói nyári torna. A szervezőknek limitálniuk kellett az indulók számát, és bár 7 együttes a várólistán van, ezúttal is 40 férfi és 4 női együttes vághat neki a 4 napos 200 000 forint összdíjazású tornának. A résztvevők 4 megye 17 településéről érkeznek majd a csütörtök reggel 9 órakor kezdődő, és a tervek szerint vasárnap 19 óra környékén végződő rendezvényre, amelyen minden bizonnyal ezúttal is rengeteg látványos megoldást láthatnak majd az érdeklődők. Szenzációs mérkőzéseket láthattunk már az elmúlt 2-3 évben és az utóbbi időben, és nagyon jól tanulják a csapatok ezeket a szabályokat, hiszen azért homlok egyenest más, és itt azért is látványos ez a játék, hiszen a mérkőzések folyamán a labda és a játékosok 70-80%-ban a levegőbe tartózkodnak, óriási ollózások vannak, hatalmas kapus teljesítmények, és ugye a homokból ki kell emelni a labdát, mert gyakorlatilag a homokból elég nehéz kapura lőni, ezért is nagy mozgás van. A másik oka az, hogy mozognak a játékosok, forró a homok, itt aztán keményen kell pörögni, cserélni kell a csapatoknak, nagyon sokat kell locsolnunk is a pályát, hiszen hűsíteni kell, nehogy megégjenek. Látványos mérkőzéseket láthatnak, akik ide kilátogatnak, és érdemes is kijönni. Jövő szombaton egy új sportág, a sárkányhajózás mutatkozik majd be a csónakázó tavon. A szervezők reményei szerint sokan ragadnak majd evezőt. Nagy szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre a sárkányhajó versenyre, amely picit még gyerekcipőben jár itt Magyarországon, de igyekszünk ennek a meghonosításában mi is segítkezni, a Sport Mindenki Egyesülettel karöltve, akik majd biztosítják a sárkányhajókat. 10 fős hajók versenye lesz ez majd, úgyhogy 10 fős társaságok jelentkezését várjuk. Nevezési díj nincsen a versenyre, ez nagyon fontos hangsúlyozni, úgyhogy 9 órakor van a gyülekező majd a vízibicikli kölcsönzőnél, és 10 órakor ott megtörténnek a sorsolások, és ugye 10 órakor fogja majd kezdetét venni a verseny. Körülbelül egy ilyen 150-200 méteres sprint szám lesz. Ugye itt azért kiszállás, beszállás, tehát sok idő elmegy ezzel, de igazán kicsit nehezen veszik rá magukat az emberek sokszor arra, hogy versengjenek. De amikor meg már bennülnek a hajóba, már volt alkalmam személyesen is megtapasztalni, utána pedig már ki sem akarnak szállni belőle. Úgyhogy tényleg fiataloktól egészen kezdve a szenior korosztályig mi várunk mindenkit, vegyes csapatok is jelentkezhetnek, tehát nincs olyan, hogy fiúk vagy lányok, csak úgyhogy várunk mindenkit
nagy szeretettel. A jelentkezési lapokat a társaságunk honlapjáról, a sostort.hu oldalról tudják letölteni a versenyezni vágyók. A szervezők egy amatőr főzőversenyre is várják az érdeklődőket, akiket színpadi kísérőprogramok is szórakoztatnak majd. A híradó végén nézzük a legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban. Kismértékben ugyan, de az elmúlt fél évben növekedett a lakáshitelezés, nyilatkozta szerkesztőségünknek a Szabolcs Takarék Szövetkezet hitelezési igazgató helyettese. Dobos Péter elmondta, a csokot egyelőre használt lakás vásárlására veszik inkább igénybe, a már meglévő két gyermek után. Új lakáshoz pedig sokszor nehéz hozzájutni, mivel előfordul, hogy azok már a tervező asztalnál elkelnek. Júliustól 11 fővel létszámot bővített a Zsindelyes, a következő évben pedig bővíteni szeretné termékkörét. A cég arculatváltás és egy nagyobb fejlesztés előtt áll, mondta el televíziónknak a Pálinka főzde tulajdonosa a hétvégi újfehértói Fürtös megy fesztiválon. A rendezvényen megtudtuk, hogy a pálinka mellett más meggyes termékek is az újfehértói gyümölcs jó hírét vihetik a jövőben. Teltházban, a nyíregyházi állatotthonban több kutyát, macskát már nem tudnak befogadni. A 120 férőhelyes állatotthonban jelenleg több mint 200 eb és több mint 60 macska él. Az állatotthon vezetője kérdésünkre azt mondta, az ideiglenes vagy a tényleges örökbefogadás segíthet rajtuk, és persze a felelős állattartás, hiszen a nem kívánt szaporulatot egy ivartalanítással meg lehet előzni. A Kölcsei Televízió híradóját látták július 12-én kedden. Friss hírekkel szerda este is jelentkezünk, majd addig is böngészték honlapunkat. A további híreket, érdekes videókat találnak. De én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változékonyabbra fordul időjárásunk, a következő 36 órában hazánkban a tőlünk nyugatra elhelyezkedő ciklon hatása érvényesül, több lesz a felhő és záporokra, zivatarokra kell számítani. Éjjel többnyire derült marad az ég, csapadék nem lesz, a déli szél mérséklődik, reggelre általában 19 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire napos idő várható, de időnként erősen megnövekszik a felhőzet, és a délutáni óráktól zápor, zivatar is kialakulhat. A nyugatira forduló szél megélénkül és helyenként megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Délutánra 32 fokig emelkedik a hőmérséklet, egyelőre nem érezhető fronthatás térségünkben. Extrém erős UVB sugárzás várható, ezért a déli, kora délutáni órákban kerülni kell a napon való tartózkodást. Csütörtökön sok lesz a felhő és jelentős mennyiségű csapadékra lehet számítani eső, zápor, zivatar formájában, több fokkal visszaesik a hőmérséklet, pénteken és hétvégén hűvös, szeles időre számíthatunk változóan felhős éggel, főként térségünk keleti részén záporokkal, zivatarokkal.